Hát köszöntök mindenkit, ez itt a mi öltözőnk, ide nem igazán engedtünk még be nagyon senkit. Itt van mindenkinek névre szóló szekrénye, itt még itt bent is vannak. Mindenkinek megvan a kis saját helye, a falon láthattok különböző taktikai variációkat, de hát azt mi, vagyis egy ti nem láthatjátok, csak mi. Hát így nagyjából mindenkinek van egy ilyen kis része, cipők, törölközők, általában senki nem nagyon itt tartja a cuccait, csak a cipőket, meg amiket úgy használunk. Akkor itt bent van a fürdő, zuhanyzó, gyurató helyiség, szerencsére van sok tükör, úgyhogy mindenki el tud készülni időben, és itt van bent a zuhanyzó. Hát itt van, mutatom. Livinyi Kinget sokan megváltóként várták Érden, és a kiváló játékos úgy érzi, jól döntött, amikor a narancsárga feketéket választotta. Nagyon jól érzem magam, tényleg mindenki nagyon kedves, nagyon jól fogadtak a csajok is a csapatba, a stábtagok, a szurkolók, úgyhogy tényleg minden olyan, amilyenre számítottam. Nagy a teher rajta, hiszen a szakma Görbic Anita utódjaként tekint rá, ám Kingára ez inkább serkentőleg hat. Örülök neki, próbálok tényleg minél jobban teljesíteni, megfejlődni. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy én legyek esetleg a következő. És szeretnék válogatott lenni, bebiztosítani ott a helyem, és minél jobb eredményeket elérni. A Buxtehude a német bajnokságban a harmadik helyen áll. Ám jöhetett volna szembe, sokkal nehezebb ellenfél is. Szerencsés a sorsolásunk, mert azért nem a legerősebb csapatot kaptuk. Véleményem szerint meg tudjuk őket verni, és remélem, hogy tovább is tudunk jutni. Aztán, hogy utána kiket kapunk, meg tudjuk őket verni, az majd eldől. És hogy Kinga hány gólt vállal a mai mérkőzésen? Hát remélem minél többet, de egy ötöt azért szeretnék lenni.